ugye a győzelmet nem kell magyarázni, a 4 rúgott gólt nem kell magyarázni, de nem szabad őket most a mennybe emelni. A véleményünk tartom, amit az elmúlt meccsen mondtam. Ugye lehetett látni a kezdőt is, azért felforgattam, a Menyhárd Zsombit is játszottam kezdőként, úgyhogy nem félek nyúlni a fiatalokhoz, illetve azokhoz a játékoshoz, akik mindent megtesznek a győzelemért. Én azt mondtam a meccs után, a lefújás követően gratuláltam a csapatnak, de azt, hogy a pihenés alatt mindenki gondolkodjon el, hogy eddig mit tett bele munkát ebbe a csapatba, mindenki egyénileg gondolkozzon el, és nem csak azzal az időszakkal foglalkozom, amikor én voltam itt, hanem előtte is. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy egy kicsit magukban nézzenek. Hát, hogy miért nem lett szép a vége, az nagyon egyértelmű, mert attól függetlenül, hogy gratulálom ki a Videótonnak, és nyilván jól is játszottak, és megérdemelten nyertek, de egy kicsit túlzással mondhatom azt, hogy ami ma kapura ment, az minden gól volt, és ezzel hibáztatom egyértelműen a kapusunkat. Ahogy megijesztem az Otto sérülése után, ugye, hogy Odincov megérdemli, hogy ma a kapuba álljon, vagyis hát a hátralévő 3 fordulóba mondhatom, akkor most ez sajnos, ezt benéztem. Benéztük mindenféleképpen, úgyhogy nagyon súlyos hibákat követett el. Amikor vissza tudtunk volna jönni a mérkőzésbe, ugye a szépítő gólunknál, akkor kaptunk megint egy óriási nagy gólt, úgyhogy nagy hibából. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon szomorúak vagyunk, el vagyunk esedve, de nem így terveztük ezt a végét.